Folytatódott a tavaszi szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az országos akció a húsvéti ünnepek végéig, azaz március végétől április közepéig tart. Az ellenőrzés sorozat középpontjában ezúttal is a szezonálisan népszerű termékek, valamint az azokat előállító és forgalmazó helyek állnak. A termékek közül többek között a sonka, a tojás, a bor, a különféle édességek, valamint a szezonális zöldségek és a gyümölcsök is górcső alá kerülnek. Ezeken az ellenőrzéseken a húst, húskészítményeket, borászati termékeket, friss zöldség, gyümölcsöt, édesipari termékeket ellenőrizzük. Az eddigi tapasztalatok vegyesek, az élelmiszer előállító helyeken nagyon jó eredményeket láttunk, viszont a vendéglátóipari egységekben voltak és vannak elmaradások. Volt Fehérváron egy cukrászda, ahol 9 élelmiszert kellett, 9 süteménytételt kellett a forgalomból kivonnunk a nyomon követhetőség hiánya miatt. Az érintett termékköröket és célterületeket egyaránt előre nyilvánosságra hozzák, az elsődleges cél ugyanis, hogy az esetleges hibákat még az ellenőrzések előtt javítsák ki az érintettek. Ugyanakkor az ellenőrzések teljes körűen megmutatják a mulasztásokat. Általában a hiányosságok a higiénia területén mutatkoznak, tehát a nem megfelelő takarítottság, tisztítottság, illetve, ahogy az előbb is említettem, a nyomon követhetőség, az élelmiszerek nyomon követhetőségének hiánya, illetve találkoztunk egy-két olyan esettel, amikor a dolgozóknak az egészségügyi kiskönyve hiányzott. A mintavételek során kevés problémával szembesültek a szakemberek. A Nébik zöld számára érkezett minőségi kifogásokat megvizsgálták, és ezekben az ügyekben eljártak.